Kérem, fogadják szeretettel a nőszülőm vegyes kart Székesfehérváron. A honvédség megalakulásának 170. évfordulójára rendeztük. Nem engedhetem meg azonban, hogy ne emlékezzünk azokra is, akik 70 éve a Domkanyarban vesztették életüket a második magyar hadseregről. Requiem a második magyar hadseregért a műsorunk címe. A mozgósításra az ország egész területéről egyenletesen kell behívni a katonákat. A keletre vezényelt csapatok parancsnokának, Vitéz Jányi Gusztáv vezérezredes nevezem ki német alárendeltségét. Kárdálomba megfújták a trombitát, szállításához 238 gőzös rendelek. Thank you.
jelentésekből megállapítom, hogy a magyar hadsereg becsületét nem vesztette el. A régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltó. Katonák vesztették életüket. Thank you.
Hadseregből 38 ezeren hadifogságba kerültek. Köztük volt Cserkupi Sándor, Csőszi kántor tanító. Ott írta ezt a dalt, melyet leánya hozott el nekünk, s mi népszerűsítjük és továbbadjuk. Lenyugvó félben jár már nap, a folyón sötét árnyak játszanak. Távolban halkan, mint dal,